Jó reggelt kívánok, kedves polgártársak, vagy délutánt, vagy estét, vagy éjszakát, attól függ, hogy önök honnan tekintik meg ezt a műsort. Legyenek önök jók. Például ne írjanak önök olyan üzenetet, amit aztán a moderátoraink kitörölnek. Például Nightbot, aki egy csodálatos moderátor, hiszen kitörli azokat az üzeneteket, melyek nem valók erre a platformra. Köszönöm. Ezen kívül üdvözlöm azokat a polgártársakat, akik már beköszöntek a chatben. Így Atiska 98, Peti 7168, Hangulatpolip aláhúzás, Sanchez 137D. Nightbotot külön nem köszöntöm, hiszen ő olyan mesterséges intelligencia, aki nem érezné ennek jelentőségét. Tyap-tyap, aki viszonylag érdekes dolgokat csináló állatok apró képecskéit küldte el nekünk. Peti 7168, Pexi 16, Betán Valériós, aztán akkor az az ember, aki spammelt, aztán Dobisan, aztán Babulány, aztán Monke 2010 aláhúzás Fan, aztán Hangulatpolip aláhúzás még egyszer. Na jó, ezt abba hagyom, ezt teljesen abba hagyom. Na, jó van, szóval sziasztok, drága emberek! És azóta itt van Ezsimi, Lifiguru és valahány nép a naptárban. Igen, valószínűleg fáradt egyébként valamennyire igen, de ez most egy ilyen nagyon-nagyon jó leső fáradtság egyébként. Ugyanis most egy ilyen kétnapos, hát ilyen házi és kerti buli voltunk barátainknál Gráncban, és onnan estünk éppen haza, és hát ugye egy ilyen buli az nem feltétlenül arról szól, hogy az ember olyan nagyon-nagyon korán elmegy aludni, és kizárólag málnaszörpöt iszik, bár egyébként ez itt most egy málnaszörp és narancsszörp 50-50%-os keverék, just like in my gyerekkor. Még egy vízállás jelentést szeretnél. A Duna feljebb árad, lejjebb apad. A kapos kurtnál, ezt mindig megjegyeztük, valamit csinál. A sió szexuárdnál, ezt egyszer tényleg elmondta az ember így, hogy a sió szexuárdnál, utána két percet röhögött, és aztán elnézést kért és folytatta. Hajóvonták találkozása, tilos. Hajótolták találkozása, akkor nem tilos, hogyha előtte maszkot viselnek, és megteszik azokat az elővigyázatosságokat, hogy a hajóvonták és a hajótolták ne kapják el sem a majomhimlőt, sem pedig a koronavírus valamilyen ágát. Köszönjük szépen, ennyi volt a vízállás jelentés. Na, az aplokban patakó vízszintje megfelelő vontatmány egy találkozás az igazán, így. Beminden összetek rendes. Egyébként nem, egyáltalán nem volt, tehát ez azért, hogy is mondjam, 48 évesen az ember nem feltétlenül IHB bulikban gondolkozik feltétlenül, nem feltétlenül tudok beszélni, bár volt természetesen a résztvevők közül, aki egy kicsit megfáradt, hogy így mondjam, de alapvetően nem, tehát igazából csak ilyen tök sokáig fenn voltunk, meg így játszottunk meg mindenfene. Játszottunk egy olyan UNO variánst, az nagyon vicces, gondolom az UNO kártya megvan mindenkinek, és játszottunk egy olyan variánst, ahol ugye nem ez a színre szín, számra szám, stb. Ilyesmi van, hanem egy kis feles pohárra rá kellett rakni ugye egy UNO lapot, és akkor meg volt, hogy ugye 1-től 0-ig vannak, tehát mármint 1-től 9-ig és a 0-ás az UNO lapok megszámozva, kivettük belőle az ilyen mindenféle extra kártyákat, és ez ilyen ivós UNO, tehát alapvetően úgy nézett ki a dolog, hogy ráraktad az elsőt a kis feles pohárra, és ami rajta volt szám, annak megfelelően volt egy olyan szabály, hogy mondjuk az egyes, hogy csak a fiúk isznak, kettes, hogy csak a lányok, a hármas, hogy csak az iszik, aki rárakta, a négyes az, hogy csak az iszik, akit a rárakó kijelöl, akkor az ötös az, hogy mindenki emelje föl azonnal a kezét, és aki a legutoljára emeli föl, az iszik. Hatos, hogy mindenki tegye az asztalra a kezét, és aki legutoljára teszi oda, az iszik. Akkor a hetes az, mit tudom, volt valami ilyesmi, hogy válassz egy ivócimborát,
és az azt jelenti, hogy onnantól kezdve mindig, hogyha valaki iszik, egy adott valaki iszik, akkor annak az ivócimborája is automatikusan innia kell. Fiúk különben lányok az nem volt. Volt olyan, hogy az egyik számnál, hogy valaki meghatározhat egy olyan szabályt, amit onnantól kezdve mindenkinek csinálnia kell. Egyébként szia M. Tomi, és szia Tomás, és szia Nifona. Szóval, hogy például mit tudom, volt az elején, hogy minion hangon lehet csak beszélni. Ez volt, és akkor utána volt, hogy angry minion hangon kell beszélni. Aztán utána később volt olyan, hogy Yoda, vagyis Yodásan kell beszélni, és éppen azért ugye mindig a mondat elejét a végére kell hagyni. És ráadásul ugye voltak ott magyarok, voltak osztrákok, voltak németek, és ráadásul angol volt a közös nyelv, az volt, amit mindenki bírt olyan szinten, hogy... És éppen ezen még egy fokkal viccesebb volt így jodáskodni, úgyhogy hogy ugye nem, a többeknek nem az anyanyelve, vagy nem anyanyelvi szintű volt, és ilyen nagyon vicces jelenetek jöttek ki bele. Főleg, amikor valaki azt akartam mondani, hogy oké, okay, és hát ugye azt is be kellett jodáztatni, ez benne volt ugye a szabályban, tehát éppen ezért akkor nem azt mondta, hogy oké, okay, hanem azt mondta, hogy K.O. És na ilyenek. Ja, és persze, hogyha ugye ezt elfelejtett, akkor is indik el. Szóval ez egy, és ugye egy, ja, és úgy kellett rárakni az újabb kártyát a paklira, hogy kettő darab csücske le kell, hogy lógjon a levegőbe. És a végén egy ilyen teljesen egy gomba-szerű dolog volt, és ilyen nagyon már egyensúlyozni kellett. Ja, már hogyha valakinél ledől az egész, akkor annak meg kell lennie a mindenkinek a mindenét. De az a vicces, hogy egyáltalán, tehát ugye, ugye ilyen ivós játék az általában ugye úgy hangzik, hogy jaj, nagyon jó, mert akkor be fogunk úszni a végén, és nem erről szólt, hanem tényleg ilyen nagyon-nagyon ilyen vidám, ilyen tök jó dolgok jöttek ki belőle. De egyébként meg ez fú, nagyon-nagyon-nagyon durva ilyen házi hamburgert sütöttünk, ilyen ilyen smokeres nagy, hogy hívják, ilyen kinti szenes akármi sütőn, meg szereztek izélyet, sörcsapolót, és akkor az ottani sört, ottani sört hittük, ugye Grazban a helyi sör az a Punti Gamer, nem eltéveszteni, hogy hogyan együtt ki, nekünk nem hoztál, de nem. Megevődött, megivódott felháborítóan. És közben szia Katsu Senpai, és szia Adam, házi hamburger, na én is jókor érek ide, igen. De már elfogyott. Nos, szóval, hát ez történt, és éppen ezért így tényleg nemrég estünk haza vonattal, és nem mondom, hogy nem tudnék most így hirtelen aludni. De majd ez is el fog következni. A másik, amit akartam mondani, hogy már most kiraktam egy jövő heti tervezetet a jövő heti streamekkel kapcsolatban a Discordra, és egy olyan újdonságot eszközöltem, Punti Gamer és Pötös Gamer. Szóval egy olyan újdonságot eszközöltem, hogy ahelyett, hogy gyakorlatilag így belőttem volna millió darab streamet, és aztán akkor a felét nem tudom megcsinálni, mert nem úgy jön össze. Éppen ez is kétfajta stream van, a biztos és a talán. És éppen ez most van három biztos és két talán napunk, ami többek között ugye hol technikai feltételeken, hol egyebeken múlik. És az első talán az kapásból holnap lesz, ugyanis holnap, mert nagyon, hát múlt héten vettünk iszonyatosan nagyon-nagyon finom osszóbukkónak való húst. Az osszóbukkó az egy ilyen velős hús, amit az elején egy kicsit megsütsz, és aztán akkor utána így tepsiben mindenfélével összerakod, és akkor úgy főzöd össze, és az egy ilyen hihetetlen, tehát egy olyan pöcsölős kaja, tehát semmiképpen nem az a 20 perces kreálmány, mint a múltkori gyümölcsleves, hanem egy nagyon pöcsölős kaja, viszont azon gondolkodott, olcsó bunkó, igen, az. És oszló bukó, igen. Izlandi ásott pingvinnek hangzik név alapján. Nem az. így ki... Tehát... Osó... Bú-tó. Így keressetek rá. Nagyon érdekes állatfajta. Persze ezt is csinálják nagyon sokféleképpen, tehát ahány
ahány, mit tudom, ilyen olasz konyha, annyi fajta elkészítési módszer. Na és az van, hogy megpróbálom holnapra úgy összerakni a setupot, hogy tudjak élőben főzni. Egyébként is élőben fogok főzni, csak hogy ez látszon a streamen is. Ugyanis hát az oszobókot azt tényleg nagyon sokáig kell csinálni, és éppen ezért azt nem tudom most megcsinálni, hogy akkor most megcsinálom az oszobókot, és aztán akkor utána még gyorsan konvertálok meg minden franc, és akkor visszaülök, és akkor elkezdem úgy ilyen fél felvételben, fél kommentárban nyomni, mint a múltkor. Szóval ha létezik, és ha meg tudom csinálni, hogy akadásmentesen működjön a konyhából, laptopról a stream, akkor ezt fogom streamelni, és akkor közben beszélgetünk, meg egyebek. Na! Jaj, hogy már inkább japán erjesztett kismadár. Erjesztett kismadár! Jaj, Istenem! Na, és szóval ez ezért talán, mert tehát nagyon ki kell kísérletezni holnap minden egyéb munka mellett, hogy működik-e most az a setup, hogy kiviszem a laptopot, meg arra rákötöm ezt a jetikét, mikrofont, meg a izét, meg a webkamerát, és aztán, hogy ez wifi-n eléggé jól átjön-e recegés nélkül, meglátjuk. Szájjel erjesztett kismadár, köszönöm. Na, szóval ez ezért talán utána kedden egy, jó igen, tehát jövő héten nem lesz Startup Valéria, mert sajnos Tomink, mármint Tomi 2200 kolléga, ő most egy ilyen küzdősport, elvonulós, nyugis. A nap egy részében nyugizunk és meditálunk, utána meg bucira verjük egymás fejét, táborba fog menni, és nem nagyon lesz net előtt, tehát éppen ezért nem fogunk játszani jövő héten Startup Valériát. Ellenben én találtam egy olyan játékot, ami kicsit hasonló, egy ausztrál fejlesztés, és ha jól láttam, egyetlen egy faszit csinálja, bár egyébként a Startup Valéria is ilyen. Ez egy ilyen kis 3D-s, ilyen aranyos, kisemberes, ilyen furcsa kis megvalósítású játék, és egy ausztrál játék, az a neve, hogy Dinkum, D-I-N-K-U-M, Dinkum, és ezt lehet izében játszani, ezt lehet multiban is játszani. Én kipróbáltam egy pár napnyit, mármint hogy játékbeli napnyit játszottam vele, és egész kedves, egész aranyos, vannak benne kenguruk, igen, és egész kedves, és van benne multi, amit nem próbáltam még of course. Na most ez egy pénzes játék, tehát hogyha én azt mondom, hogy most senki ne azért töltse le, mert de hogy ha esetleg valakinek megvan az a játék, meg kedveli ezt a játékot, akkor elkezdhetünk multizni is akár, ha nem, akkor meg single-ben elindítok egy játékot, és aztán ennyi. 4 fős kóp van, igen. 40 plusz órád van benne, zseniál. Igen. Megmutatom a bagyot a mellyemen. Igen, ez most egy új póló, ez. Macska rögtön kommentálta, megmutatom a macskát is, igen. Jaj, te kakadisznó, te olyan hülye vagy ma, hogy hazajöttünk, teljesen megőrült. Na, maradok a Rasztnál. Oké, Rasztot is terveztem, az a másik tervezett, de odáig majd elmegyek. Maga mondja, a pólónak tök jól néz ki. Így van, ezt a Nordjarl nevű, hogy hívjákból, ilyen webshopból rendeltem, most egy kicsit már rongyolódott pólom egy része, és úgy voltam vele, hogy akkor most egy 4-es pakkot rendelek, és akkor legyenek már ilyen kis viking-szerű tematikás dolgok, mert az egész webshop, ez egy német webshop, és mindenféle ilyen viking tematikájú dolog van benne, és akkor onnan jött most 4 új póló. Na, visszatérve a streamekre, tehát akkor kedden 5-kor ezt a Dinkamat fogom játszani, és mondom, ha valaki azt gondolja, hogy jönne velem játszani, és megvan neki ez a játék, akkor multizunk, ha nem, akkor csinálom egyedül. Na most, ami szintén biztos, az a csütörtöki zenestream, és most megint zene elemzünk, mert hogy ugye most az utóbbi két zenestream az ugye Dantes csatorna intrójának a két részének a megírása volt, és éppen ezért most ugye írtunk, aztán akkor éppen ezért most megint elemzünk, jöhetnek majd az elemezni való zenék. Ugye a Discordunkon van egy kis szobácska, ami úgy néz ki, hogy zenék elemzésre.
oda, hogyha elkezditek bedobálni, amit szeretnétek, az a lényeg, hogy mindenki most ebben a körben megint csak egyet dobáljon be, mert aztán megint az lesz, hogy végén nem jut idő valakire. És azt szeretném kérni, hogy akire múltkor nem volt már idő, vagy múltkor bedobált valamit, tényleg most be is írom, hogy azt mondja, hogy több-több, itt kezdődik a... És hanyadika lesz az a csütörtök? Azt mondja, hogy az augusztus 4-ei... Az augusztus 4-ei Ream kívánság listája. És azt szeretném kérni, hogy aki ennél korábban írt be valamit, hogy azt elemezzük, hogy hagyd ne kelljen visszakeresgélni meg, hogy ez volt, ez nem volt, ez volt, ez nem volt. Tehát az a lényeg, hogy nyugodtan lehet még egyszer beírni, amire esetleg eddig nem jutott idő. És akkor azokat fogjuk széjjel cincálni, és azért szeretném mondom kérni, hogy mindenki egyet írjon be, hogy lehetőség szerint mindenkire jusson idő. Jó? Nifon azt mondja, akkor bedobom újra azt a számot, ami érdekel. Így van, ezt kell csinálni, ez a kérdés. Ginger Dori, szia neked is. Azt mondja Sanchez, ha már elrongyolódás, én is nagyon el vagyok rongyolódva, több dolog miatt tiszta, azaz, hogy itt lesz egyre csak csendben. Figyelj, ahogy neked a legjobb, és nagyon sajnálom, ha el vagy rongyolódva, ha akarsz róla beszélni, vagy beszélgessünk róla, akár privátban, mit tudom én, akkor írjál rám Discordon, vagy ha bármilyen tudok segíteni. De az segít, hogy itt akkor csak így beszélgetünk, és te így csendes társként nézed, hallgatod, és annyi akkor az. A lényeg az, hogy csináld azt, ami neked a legjobb, és nagyon remélem, hogy rendben jön a kis lelked esmét. Ja, és a lényeg az, hogy a Discordra küldjétek az elemzendő zenéket, mert ha ide beírjátok, akkor természetesen rohadtul el fogom felejteni. Mi a téma? Szia Tomi, miről szabad egyet bedobni? Csütörtökön, de akkor te nem leszel, mert elvonulsz. Akkor lesz a zeneellemzős következő stream. Ma akkor most nem küldök. De egyébként akár nyugodtan küldhetsz is olyat, hiszen vissza tudod majd nézni, és a többiek okulására lehet. Szóval ez a lényeg. Na, és akkor jön a következő ilyen lehetséges stream, ez a szombat napközben, ugyanis... Icecat Hoon, nagyon szépen köszönöm a követést. Yeah. Szóval, hogy a következő tervezett az a szombat napközben, amikor is egy, hát beírtam egy rastot így ceruzával. Van késsel, szia! Mert hogy... Szóval az van, hogy szombaton napközben Vica dolgozni fog, és éppen ezért én itthon leszek egyedül, és ha nem... kezdek el valamit nagyon dolgozni, vagy ilyesmi, akkor igazából napközben akár föl is lőhetek egy streamet, és úgy gondoltam, hogy régen volt Rust, és úgy is lesz most csütörtökön valamilyen frissítés, még nem tudom, mit raknak bele, és éppen ezért akkor szombaton akár rastozhatnánk egyet, és vagy lehet beszállni természetesen megint. És akkor utána pedig jön a következő biztos stream, ez ugye a jövő vasárnap, és ugyanez a Duma stream. Na már jött is zeneelemzésre. Kiss in Dynamite, a német zenekar, amelyik amerikai glamet szeretne játszani. Yeah. Na, Nordil, szép estét. Folyamatosan iszom a jeges szörpikét. Jeges szörpikénál nincs jobb. Na, egyrészt igazából arról akartam egyébként egy picikét beszélgetni, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ugye mi lesz szerintetek a videósokkal és streamerekkel, és direkt így mondom ezt, mert hogy ugye annak idején, mikor én még elkezdtem mondjuk ilyen Playteket meg, sőt még korábban ugye Budapest Game Show-kat meg World Cyber Games-t meg nem tudom mi a fenét vezetni, műsorvezetni, akkor ugye, akkor indult el, hogy azok az új sztárok, azok a furcsa fiatal srácok, akik YouTube-ra csinálnak különböző videókat, akkor indult a Pankutya, akkor indult a VR, akkor indult még együtt Greg és Imi és hasonló, és utána az egy ideig ment, és akkor utána ugye szerepcsere volt, és jött a live-ozás, jött az élő videózás, és akkor jöttek a streamerek,
És persze most van olyan kategória, amit nem említette, a TikTokerek, mert jó, én is csinálok TikTokra videókat, de ez egy mellesleg, tehát ha éppen van valami hülye témám, vagy ilyesmi, és van 3 percem, amit rá akarok szánni, akkor megcsinálom az adott TikTok videót, de hát ugye van, aki ebből épít brandet, hogy ő TikToker, és nincs ezzel gond, csak annyira nem az én világom, hogy hihetetlen. Tehát igazából én most ugye arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek mi lesz, vagy hova fejlődhet tovább ez az egész videós, vagy és vagy streamer, hát mondjuk így szakma, megosztanak a vélemények arról, hogy ez most mennyire munka, mennyire nem, meg mit tudom én. Szerintem ezt is, mint sok mindent lehet komolyan és jól is csinálni, és lehet úgy, hogy gagyi halál. Szóval, mint mindent egyébként. Viszont hát ugye például, amikor elindultak a... tehát amikor még YouTube videósok voltak, még YouTuberek voltak, akkor ugye azt lehetett gondolni, na most innentől kezdve ez, mit tudom én, 10-20-30 évig, ez lesz a legjobb dolog a szeletelt kenyér óta, és az emberek ezt fogjuk csinálni, és meg akarnak gazdagodni, és természetesen, amikor bárkit megkérdeztem egy Play-It-en meg ilyesmén, hogy akkor édes, drága, 4 éves kisfiú, kislány, mi akarsz lenni, nagy leszel? YouTuber akarok lenni, és sokat keresni azzal, hogy bóckodok a YouTube-on. És akkor így ez. És például ugye akkor még senki nem számított arra, hogy akkor át kell állni arra, vagy legalábbis az lesz az igazán menő, hogyha valaki nem ilyen előre megcsinált tartalmat gyárt, hanem élőben vagy beszél, vagy játszik, vagy zenél, vagy akár egy hot tubban ül izében, 5 részes bikiniben, vagy mit tudom. Tehát éppen ezért, ugye, ahogy ezt nem lehetett tudni a YouTube korszakban, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy most, amikor végül is most éppen a streamelés az, ami 10 éve mondjuk a YouTuberség volt, vajon mi lesz mondjuk a jövője ennek? Mi lesz a következő lépés? Lesz-e valami olyan, amit szerint, vagy mi az, amit ti néznétek, mi az, amit hallgatnátok, mit tudom én, ha kell, és most menjünk el attól, hogy technológia. Nagyon szépen köszönöm, hogy már 3 hónapja Mr. Morzsoló feliratkozik erre a csatornára, nagyon megtisztelő, köszönöm szépen. Szóval, hogy mert nekem például vannak ilyen ötleteim, anélkül, hogy ilyen nagyon mélyen belegondoltam volna, hogy például még interaktívabb lesz az egész, tehát mondjuk nem az lesz, hogy tehát ugye kezdetben vala az, hogy előre megcsinált YouTube adások, utána az, hogy élőben nézzük, ahogy a másik játszik, és akkor a következő az valami nagyon interaktív dolog lesz, hogy tényleg egy ilyen, mit tudom, akár egy ilyen metaverzumban, ahogy ezt most divatos nevezni, ott szépen mindenki az adott, mit tudom én, sztár köré gyűlik, és akkor együtt mennek, mit tudom én, virtuális piknikre, vagy ilyen nem tudom mi, vagy akár elmennek virtuális sárkányölésre, de akkor is így együtt a kis VR kütyűvel a fejükön. Ez például lehet egy ilyen, de hát ugye az élet tökre megmutatta azt, hogy ahogy elképzelik a jövőt, egy része lehet, hogy bejön, de közben meg valami teljesen ilyen nem várt dolog lesz hirtelen divatos, vagy menő, vagy bármi ilyesmi. Szóval ezért vagyok kíváncsi a véleményekre, és most el is kezdem végigolvasni, hogy miket írtatok idáig. Azt mondja, hogy hallottad, hogy Shakira az új lagzőle, hogy nem hallottam, nem tudom mi az. Na, azt mondja, Tomasz, mi lenne, el kéne menni dolgot melózni? Igen. Hát ugye van, tehát szerintem, aki full time-ban azt gondolja, hogy videózásból, tiktokkozásból, meg ilyesmiből végig meg lehet élni, az valószínűleg nem gondolkozik előre igazán. Azok a... Bocsát, rágom a jeget, tudom. Azok a videósok, meg streamerek, meg egyéb, akiket én igazán sokra tartok, azok igazából arra használják ezt az egész dolgot, hogy ennek a nyomdokain csináljanak, vagy építsenek föl egy ehhez kapcsolódó karriert. Tehát akár Greg, akár Imi, akár nem tudom, pamkutyáék, meg ilyesmi. Tehát igazából ugye ők nem azért csinálják láthatóan a videóikat, vagy a streamjeiket, hogy ők 50 év múlva is a streamelésből éljenek, hanem próbálnak ugye
akár valamitnek a reklámarcai lenni, akár valamilyen jellegű szakértői lenni. Van, aki ugye tovább ment interjúzós, podcastolós világba, akkor ugye vannak, akik műsorvezetősködnek, meg hasonló, tehát arra használják fel az ilyen videós ismertségüket. Tehát én azt hiszem, hogy az biztos, hogy nem lesz, hogy egy 80 éves BZ, vagy egy 80 éves Kisimi, vagy egy 80 éves, mit tudom, ilyen VR-osok fognak ugyanígy streamelni, ahogy most, hanem lesz ebből valami. És hát a másik pedig az, hogy aki egy picit is felelősen csinálja ezt a dolgot, az nem csak ezt csinálja, visszatérve erre a melózás dologra, hanem ugyanúgy, mint ahogy egy élsportoló, tehát élsportolónak sem lehet lenni 80 éves korig, hiszen nem úgy működik a tested, az izomzatod, az állóképességed, amit tudom én. Tehát aki mondjuk már élsportoló, az már mind a közben, hogy próbál minél jobb eredményeket elérni, és minél jobb lenni a saját sportágában, próbál rákészülni arra, hogy ezt a fajta hírnevet, tapasztalatot, egyebet, azt mondjuk majd később edzőként, sportorvosként, sportpszichológusként, mit tudom én, szervezőként, STB fogja kamatoztatni, tehát igazából ugye a jövőbe gondol, és csinál valamit mellette, vagy készül mellette, vagy ilyesmi. És hát azok a videósok, akiket én ismerek, azok szintén hát ugye amellett, hogy videóznak, streamelnek, vagy bármi egyéb, vagy van egy úgymond polgári állásuk, vagy valamilyen vállalkozóként dolgoznak egy csomó mindent, akár videót vágnak, videót készítenek másoknak, reklámokat csinálnak, STB. Tehát az, hogy el kell menniük melózni, ez valószínűleg inkább azoknak szólna, és akkor egyet is értek vele, akik most azt hiszik, hogy jaj, én most 14-5-6-8 éves vagyok, indítok egy, mit tudom, egy fúdemenő TikTokot, vagy egy faszal játékos Twitch csatornát, és aztán akkor utána ez kitart életem végéig. Hát nem fog kitartani, tehát szerintem manapság nem, hogy 2, de 8 lábon kell állni, mert hetet kirúghatnak alólad. Na, TikToker, igen, Dangle Test, az nem tudom mi. Le is álltak pankutyások, mostanában nem parodizálnak. Hát ezt nem lehet, tehát ez a másik, hogy parodizálni, meg ilyen paródia videókat csinálni, tehát én őket nagyon szeretem azzal, amit csinálnak, de egy csomószor ugye nem az én világom, mondjuk zeneileg, vagy nem is tudom, tehát nem vagyok benne abban, amit parodizálnak, de ugye ők híresek arról, hogy iszonyatosan igényesen csinálják meg a videóikat, nagyon kidolgozzák, nagyon sokat törpölnek rajta, mind a zeném, mind a szövegem, mind azon, hogy ezt hogy tálalják videón, meg egyéb. Szóval ugye ők azok, akik nagyon ritkán adnak ki valami produktumot, pontosan azért, nem azért, mert lusták, hanem mert egy viszonylag hosszú az a szakasz, ami a rákészülés szakasz. Bocsánat, van egy kis szél kint, és végre nem 1000 fok van, és ilyenkor most kinyitom az ablakot, mert olyan jó. Na, ami nem a bomba TikTokon mellettem, addig csinálj mindenki nyugodtan engem, ez lassan vele. Ők is hatások voltak a streamerek. Ez egyébként nagyon, nagyon esélyes. Nagyon sokan voltak azok. Mint ahogy általában egy csomó mindenki, aki hát valamilyen kreatív dolgot csinál, akár újságíró, zenész, videós, az ugye általában hát vagy valamilyen egyéni vállalkozó, de hát ugye a lehető legjobb feltételeket eddig ugye Magyarországon belül a Kata adta erre. Szóval biztos brutál lesz. Lesz, aki bevállalja a másik adózási rendszert, hát mi más tudna csinálni? Vagy elmegy szürkébe és zsebre fog dolgozni, hogyha legalább egy részét meg akarja tartani annak, ami egyébként kiesne bevételből, hát vagy pedig bevállalja a másik adózási rendszert, és nagyon-nagyon rosszul fog járni. OnlyFans, Pornhub, hát csak nem, nagyon remélem, hogy nem. Minecraft volt a fénykorszak. Nem tudom, én nem kötném játékhoz egyébként a dolgot, hanem igazából inkább az, hogy mert ez szerintem egy csomóan ugye, akik mondjuk elkezdtek Minecraft streamerként, vagy Minecraft videósként feltűnni, azok már réges-régeség nem csak Minecrafttal foglalkoznak. Tehát én azt hiszem, hogy az, hogy a Minecraftot a fénykorszak, lehetséges, hogy akkor lett a legtöbb új videós, meg ugye akkor jött be egy új korosztály, akik videókat néztek, meg streameket néztek, de szerintem aki igazán jól csinálja ezt a dolgot, és előre tekintő, az igenis
már gondolkozik azon, sőt már lépett is legalább 3-5-10 lépést tovább az egész Minecraft dologtól. Mostani trend nagyon erősen polarizált, vagy hosszú tartalom kell, vagy nagyon rövid és nagyon gyorsan változik minden. Ez így van. Ez így van, tehát vagy az van, hogy valaki, és itt inkább a nemzetközi trendet is mondom, hogy aki folyamatosan ontja magából az ilyen kis TikTok videókat, meg hát csak üvöltöznek, nem? Szóval, hogy ontja magából a TikTok videókat, ilyen pici videókat, kis gegeket, kis vicces dolgokat, meg ilyesmi, meg ugyanez persze akkor megy Instagram Reelsre, meg egyéb helyekre. Ez az egyik oldal, de ez gyakorlatilag egy folyamatos, tehát ez azt kívánja meg, hogy az ember így menjen a telefonjával, és azonnal, ahogy egy picit valami viccesnek tűnőt lát, vagy tapasztal, vagy talál ki, abban a pillanatban azt mondja, hogy elkezdem csinálni akármilyen effekt, széthestegelem, azonnal kimegy, és minden nap legalább legyen egy új TikTok videóm, egy rövid, mert pontosan az, hogy rövid, tehát arra nem lehet rákattani, és 57-szer végignézni, hogy az még mindig okoz majd meglepetéseket, az ugye egy ilyen gyors poén, és másnap már kell egy új ahhoz, hogy el ne felejtsenek. És hát igen, a másik oldal az meg az, hogy hosszú, nagyon jól megcsinált tartalom, vizuális effektekkel, jó megírt szkriptekkel hasonló, és hát abból meg ugye nagyon nehéz újat mondani. Szóval, ja, nehéz ez. Azt mondja, hogy az igény megmaradt, kérdés kielégíti ki, aki befutott, ők már bírnak anyagi háttérrel céget csinálni, mert sok megélhetés kérdésével cégekben túlélhetnek, a YouTube videózásból megélnek máshol is, igaz, ott rendszerint nagyobb a közönség, anyagi háttere és nagyobb a közönség is. Igen, hát hogyha ezt nézem, hogy a külföldi YouTube videósok és versus magyar, hát értelemszerűen ugye az, hogy magyarul csinálsz valamilyen videót, az már ugye korlátozza a te megtekintőidnek a maximális körét egy 9 millió, sőt nem is 9 millió, mert hát úgy 9 millió a magyar népesség, hogy ennek mondjuk mit tudom én a 30%-a aztán internetet sem használ, mert már túl van azon korosztályilag, és egy része meg csecsemő, tehát éppen ezért most azt mondom, hogy van egy, tehát aki magyarul csinál videókat, az 4 millió emberhez szól maximum. És így nehéz erre fölépíteni olyasmit, hogy ez folyamatosan jövedelmező legyen, és olyan szinten legyen jövedelmező, hogy hogy ebből és csak ebből meg is élsz. Azt mondja, hogy tolja illegálban, így van. Háborúban katona streamer. Egyébként ez egy érdekes kérdés. Bocsánat, te se bélpoklos vagyok, és meginnám az egész világot. Szóval ez a háborúból streamelés, abban ne is menjünk bele, hogy ez etikailag milyen, mert ugye azt streamelni, hogy bármilyen szinten is akár igazad van neked, vagy a te oldaladnak, akár nem, de azt streameled, hogy a másik oldalt ölöd meg. És hát az na, az ugye azért egy eléggé megkérdőjelezhető dolog. Viszont az is tény, hogy nagyon meglepő tud lenni, és nagyon-nagyon átütő tud lenni. És amikor én viszonylag még kölyök voltam, ilyen, mit tudom, ilyen végzős gimnazista, ugye akkor volt, akkor kezdődött az öbölháború. Meg akkoriban volt, ugye akkor voltak a jugoszláv háborúk, meg ugye egyáltalán. De az öbölháború volt az első, ahova úgy elmentek, tehát technikailag meg volt már az a háttér, hogy úgy el tudtak menni tudósítók, hogy gyakorlatilag élő egyenes adásban közvetítették a háborút. Persze az még ugye olyan volt, hogy videókamerákkal rohangáztak meg hasonló, de már megvolt az a technológia műholdakkal meg egyebekkel, hogy lehetett live-ban közvetíteni, és akkor az volt, hogy nézzétek, és most ebben a pillanatban pif, becsap a bomba, és akkor ott most nézd, meghalt valaki. Viszont ugye az, hogy most már milyen technológiák vannak, gyakorlatilag simán megcsináltad azt, hogy fölcsapsz a sisakodra egy GoPro-t, onnan bestreameled valahova, amit csinálsz, közvetíted, beszélsz közben, ilyesmi, és ratata. Szóval hivatalosan ezt meg lehet csinálni, biztos, hogy baromi sokan néznék, ez tény, hiszen a vér, tehát blood cells, ugye, és nem blood cells, tehát hogy vércellák, hanem vagy vérsejtek, hanem blood cells, mint a vér, az egy kifizetődő tartalom. És én nagyon remélem, hogy nem jön el ez a korszak, amikor az emberek azt mondják, hogy ezt meg tudják csinálni.
és technikailag lehetséges, tehát elkezdem, mert az biztos, hogy elég, hogy nagyon széles közönsége lenne. Az NFT-s metaverzum befut és megmarad, akkor én nem akarok többet ezen a bolygón élni. Igen, mondjuk én ketté választanám ezt a két dolgot, mert az NFT az szerencsére már most eléggé, tehát legalább annyian vannak ellene és legalább annyian kutyázzák, mint amennyien szeretik. Én nagyon-nagyon NFT ellenes vagyok, szerintem ez egy borzalmas lufi hámozás és egy felháborítóan ilyen tech snob baromság, aminek semmi gyakorlati értéke nincs. Egy olyan technológiát használ, aminek lenne, de maga az NFT az egy borzalmas tech parasztvakítás, és nagyon remélem, hogy eltűnik, és vannak ilyen irányú törekvések, szóval teljesen lehetséges. A metaverzum alapvetően az végül is, hogyha nagyon-nagyon tágan nézem, akkor végül is egy WoW, vagy egy Minecraft, amit együtt játszotok, vagy mit tudom én, tényleg egy MMO játék, az tulajdonképpen már egy metaverzum, legfeljebb nem olyan fejlett technológiailag, hogy te tényleg körülnézel magad körül egy VR sisakban, és akkor ott látod a többieknek az avatárját és egyebek, de végül is tulajdonképpen hát én emlékszem, amikor már a WoW elindulása utáni években ugye azon sopánkodtak egyes, mondjuk mit inkább azt mondom, hogy ilyen internet meg MMO ellenes médiák, hogy mennyire durva és mennyire antiszociális az, hogy volt, hogy egyre többen vannak olyan emberek, akik például a WoW-ban karácsonyoznak, és hogy jaj, hogy milyen szar lehet ezeknek az embereknek, milyen üres lehet az élete, akik, mit tudom, mondjuk WoW-ban szilvesztereznek és számolnak visszafele, és aztán akkor mit tudom, gnómeregent rédelik, tudom, az nem réd, hanem mit tudom én, dungeon, de szóval, hogy mit tudom én, visszaszámolás után berontanak gnómeregánba, és dúrogtatják a gnóm, hogy hívjákokat, tűzijátékokat, és szerintem valamilyen szinten ugye az is már metaverzum volt, és nekem volt olyan ismerősöm, aki pszichológiai Gabio Hun, köszönöm szépen a követést. Szóval volt olyan ismerősöm, aki olyan pszichológiai típus volt, és voltak olyan parái, meg minden egyéb, nehezen mozdult ki, nehezen ismerkedett a valóságban, egy ultra introvert valaki volt, és ő kifejezetten azért örült az ilyen lehetőségeknek, mert a maga biztonságos kis ketrecéből érezhette azt, hogy még sincs teljesen egyedül. Az, hogy ez mennyire pótolt igazi interakciókat, a kapcsolatokat, az egy másik kérdés, de például ő mondta, hogy neki egy nagyon-nagyon jó élmény volt a WoW-ban szilveszterezni, mert így legalább valamennyivel jobban társaságban volt, mint az ezelőtti években, amikor meg egyáltalán nem. Na, azt mondja, hogy én történelmet, informatika körüli tartalmakat, régi fegyvereket nézek leginkább itt, zenék, egy-egy élvezetes közösség, ahol lehetőleg a játékok is passzolnak. Igen. VR streamerek lesznek. Ez tény. Egy kicsit itt a VR tartalmak streamelésénél én attól, vagy hogy is mondjam, az a fenntartásom, hogy ugye a VR az egyébként is okozhat olyan fiziológiai tüneteket, hogy ugye ha rajtad van a VR szemüveg, és akkor nézel jobbra, balra, meg minden, és ugye a látvány változik, de ugye közben így a középfületben levő egyensúly szervedben megérzed, hogy ha mondjuk ugrasz valahonnan, akkor a tested valójában nem ugrik, és egy idő után borzalmasan elkezd fájni a fejed ettől, hogy az a térlátásod, amit ad egy VR szemüveg, és az a térérzeted, amit ez az egész egyensúly szerv közvetít, ez nincs összefüggésben, és ettől ugye az embereknek így befájdul, meg ilyen diszkomfort érzete lesz, meg minden. És hogyha most arra gondolsz, hogy valaki úgy közvetít VR-ben, hogy azt látod, amerre ő kapkodja a fejét, és akkor ha ő fölnéz, akkor te is azt látod, amit ő fölnéz, az gyakorlatilag duplán ilyen, mert most gondolj bele, hogy akkor ott van a fejedben egy VR szemüveg, vagy akár nézed a monitort, és akkor valaki azt látod, hogy valaki rángatja a fejét össze-vissza, hát megőrülsz. Viszont ha ez a VR-es stream, ez azt jelenti, hogy
hogy valaki benne van egy ilyen virtuális világban, és te is benne lehetsz úgy abban a virtuális világban, hogy viszont a mouse lookodat úgy mondtad, hogy amerre te nézel, azt viszont te magad szabályozod, és nem a streamer. Tehát te állsz a streamernek a helyén, de te nézel összkörbe, az akár működhet. Tehát mindenféleképpen egy olyan platform lesz a jövő, ami könnyen elérhető, ezért szerintem a metaverse-on még annyira nem játszik. Hát igen, tehát a közeljövő biztosan nem. Bizonyosan gondoltad volna pár évvel, hogy itt leszel. Ez érdekes, mert... Szóval ez azért érdekes, mert engem ez valamilyen szinten mindig vonzott. Én azt nem gondoltam, hogy arra van igény, hogy én is ezt csináljam. Mert hogy mindig az összes ilyen playites, meg egyéb ilyen gamer műsorvezetésem, meg ilyen hasonló ténykedésemnél, én azt láttam, hogy ez általában fiataloknak a játékszere, és fiatalok azok, akik érdeklődnek ez iránt. És éppen ezért most én egy 40x éves ember most nem fogok elkezdeni Twitch-en streamelni játékot, mert senki nem lesz rá kíváncsi, meg az ilyen cringe-é. És ugye én tényleg, tehát engem az sodort ebbe bele, tehát én akartam volna mindig csinálni, csak úgy gondoltam, hogy ez már ciki. Tudod, ez a how do you do fellow kids, tehát hogy mint hogyha bemennék egy óvodás partiba, rövidgatyába, Hosentrogerbe, 48 évesen, és akkor azt gondolnám, hogy jaj, ez mit én is be tudok ülni mellük kovbolyost, meg indiánost játszani, és hát of course nagyon kilóg a lólám. És akkor ugye, hát amikor jött ez a, ugye két éve, vagy most már több mint két éve, az első lezárások, meg egyéb, és akkor elkezdtem Facebookon streamelni, tulajdonképpen családnak, barátoknak ennek a beszélgetős dolognak az elejét, akkor voltak pontosan azok a videósok és streamerek, akikkel én playteken meg hasonlókon dolgoztam, akik azt mondták, hogy de bézé, hát erről szól alapvetően a Twitch, tehát akkor csináld Twitch-en, ahova való. És elkezdtem csinálni, és azt láttam, hogy van rá érdeklődés. Tehát elkezdtem én is csinálni végül, és visszatérve éppen azért arra, amit Pexi mond, hogy nem gondoltam volna pár év, hogy itt leszek, én tökre szerettem volna mindig ilyet csinálni, csak azt gondoltam, hogy erre nincs igény, és ezek szerint most van igény, és ennek örülök. ARVR dolog lehet befut, de azzal is feladunk valamit a szociális képességeinkből, még jobban kiszolgáltatva magunkat számítógépes rendszereknek. Ez így van, de ha belegondolsz, ez mindig, tehát változott ez mindig, hogy az emberek mennyire mentek ki a világba, mennyire voltak introvertek, extrovertek, hasonló, és a jövőképek is nagyon sokszor például skifik meg utópiák, disztópiák, azok írtak hasonló lehetséges végkifejletekről. Érdemes például Asimovtól elolvasni a Város és a csillagok című klasszikus science fiction művet, ami igazából pont egy olyan társadalomról szól, amelyik valami, hát ezt most teljesen nem fogom lelőni, hogy miért és hogyan, de egy idő után tulajdonképpen már csak egy nagyváros van a Földön, Diaspar, ami konkrét falakkal, meg egy csomó egyéb egyéb akadállyal keríti körbe magát, hogy senki ne menjen ki, de hogy senki ne is akarjon kimenni, tehát egyre inkább belenevelik az emberekbe ezt a gyakorlati agorafóbiát, és éppen ezért mindenki már csak ilyen virtuális játékokban, meg egyebekben van együtt másokkal, és mind városi szinten, mind saját szinten, hogy tényleg egy saját kis lakásban van a teste, és csak ilyen VR projekciókon keresztül érintkezik mással, szóval ilyen szinten lett mindenki ultra introvert, és ez egy teljesen lehetséges végkifejlet. Persze nem gondolnám, hogy ennyire durva lesz a vége, de tehát, hogy erre már azelőtt is gondoltak, hogy a technikai lehetőség ennek megszületett. Tehát, mikor Asimov megírta a Város és a csillagokat, pontosan nem tudom mikor, de azt hiszem, ez egy 50-es évekbeli könyv, és hát azért akkor még nyoma nem volt azoknak a technológiáknak, amik lehetővé tették volna azt, amit ő megírt. És ez egyébként egy tök érdekes dolog, hogy van egy csomó olyan skifi, ahol,
ha persze nem is pontosan, de előre tudtak jelezni olyan dolgokat, amik aztán tényleg megvalósultak. Na mindegy. Szerintem a jövőben naplószerűség lesz a menő csak az interneten. Napló bejegyzésekhez még interaktívan hozzá lehetne szólni. Ez nem egy rossz ötlet egyébként. Ebben a kérdésben nem elhanyagolható aspektus a kapcsolati rendszer. Igen, de ez ilyen oda-vissza szabályzott dolog, tehát magyarul, ha valakinek sok kapcsolata van, akkor ő virtuálisan is egy ismert és sok kapcsolattal rendelkező valaki lesz, és ha nem, akkor ugyanúgy egy kis pont marad, és tényleg lehet, hogy valakinek minden lehetősége megvan mondjuk streamelni folyamatosan, és ezáltal közönséget per barátokat keresni, de hogyha nem kezdik el nézni, és nem robban be, akkor mindig az a három ember fogja nézni, és nem megy sehova. Na, nem csak jövedelem, a kiegészítés lehet jó, nagyon sokan élnek meg tisztán ebből, jelenleg az ezzel kapcsolatos dologból, hosszú távon nyilván nem elég ez, de időszakosan simán jó lett. Persze, meg a másik az, hogy ahhoz nagyon nagyot kell villantani, hogy valaki már most is tényleg jól megéljen a videózásból, hiszen ott vannak a szubok, ott vannak a donétek, meg mit tudom én, de hát most, hogyha megnézed, egy feliratkozás egy csatornára egy hónapra, az most nem is tudom mennyi, 4 euró, vagy nem is tudom, valami hasonló, amiből ugye a felét kapja meg a streamer, és a fele a Twitch-é, akkor ugye vannak a különböző csírek, meg egyéb, ami még kevesebb pénzt termel, ugye, és ennek megint csak egy részét megeszi a Twitch. A donate az, ami ugye elvileg pontosan célba ér, és annyit kap meg a streamer, amennyi maga az összeg, de ez még nagyon kevés, tehát ez, hogy is mondjam, ezen a csatornán is teljesen látszik, hogy nem ebből élek értelemszerűen, és ha ebből élnék, akkor már rég nem lenne mit ennem. Aki pedig egy szintet tud lépni, és mondjuk egy olyan nézettséget, egy olyan trendiséget tud elérni, ami már esetleg hirdetőknek jó lehet, ott kezdődnek azok, hogy XYZ, nem tudom milyen, a Razer hardverein gépel, és a Logitech akármilyen, és ez ki van írva, és akkor néha is mondja, és akkor azt mondja, hogy jó, leteszteljük a legújabb Logitech kamerát, amit a Logitech-től kaptam, és aztán meg is tartatok Logitech, és értitek, tehát, hogy akkor egy picikét úgymond eladja magát, és akkor abból próbál megélni az ilyen szponzori pénzekből, de ez mindegy ilyen, tehát magyar szinten én azt hiszem, hogy nagyon, nagyon kevesen vannak, akik. Mi az, Mini? Ja, macskákkal beszélget, jó. Na, azt mondja, hogy Streamer Akadémia. Miért mondott, hogy nem lehet sokáig parodizálni, így Kodamirinek is milyen jól ment. Mindegy. Kata, szia! Minecraft sok streamert megalapozott ezen a területen. Mindig, tehát ha megnézed, mindig van egy ilyen fellángolás, tehát hogy jön egy-egy olyan játék, vagy egy-egy olyan trend, amire, hogyha valaki időben száll föl, akkor lehet belőle nagy. Ki tudja, hogy mi lesz a következő, lehet, hogy most jön ki majd az a játék, én nem tudom, szeptember 7-én, amire, hogyha valaki már az elején elkezdi iszonyatosan jól és élvezetesen streamelni, és jó benne, és mit tudom én, akkor annak köszönhetően lesz ő az új streamer király vagy királynő. Azt mondja, talán e-sportban van komoly jövedelem. Igen, én egy picikét az e-sporttal kapcsolatban is olyan vagyok, hogy jó, nem annyira szkeptikus, mint az NFT-vel kapcsolatban, de úgy, tehát én semmiképpen nem állnék bele abba, hogy most az e-sport nem is sport, meg jaj, túl nagy a hype, meg mit tudom én. Szerintem az tök jó dolog, hogyha, tehát ugyanúgy, mint amikor, tehát mint bármiben az emberek vetélkednek, tudok-e nagyobbat ugrani, tudok-e gyorsabban átúszni, és tudok-e mit tudom, ügyesebben megcsinálni egy LOL meccset. Ez szerintem ugyanannyira egy jó dolog, és lehessen ebben versenyezni. Egy kicsit eltúlzottnak tartom én azt, hogy az e-sportnak mekkora segget kerítettek, és hogy azt egy olyan szintű hype-nak gondolják már amekkora, és bocsánat, hogyha ezt most például, tehát nekem vannak olyan csodálatos barátaim, akik az életüket tették fel az e-sportra, akár szervezői, akár a játékos szinten. Csinálják teljesen oké, én ezt nem tartom akkora dolognak, amit tényleg ennyire nagyon-nagyon fönt kéne tartani az egekben.
Majd valószínűleg ez is egy picit így visszanyeri azt a szintet, amit ahol tényleg tartható, most szerintem egy kicsit túl nagy a hype. A Knézics volt a fénykorszak, aztán jött a Paliklaci és felhívult az egész. Jesus. Na, ide az alapozott sokatnak az MC, de még itt sem mindenkit, szerintem nagyon kevesen maradtak meg tisztán abban. Így van. Hát, mint mindig, tehát, hogy tudod, tehát, hogyha valaki azért lett király annak idején az ősközösségben, mert ő csinálta a legjobb pattintott kőszerszámot, amikor bejött a csiszolt kőszerszámok kora, akkor hát vagy váltott a csiszolásra, vagy egy idő után hiába volt marha jó a pattintásban, de mindenki lepattintotta. Szóval ez is ugyanolyan, most lehet, hogy valaki Minecraftban iszonyatosan jó volt, de azért mondjuk, hogyha még 30 év múlva is Minecraftot streamel, akkor lehetséges egy picit lemaradt a világról. Közepesen vicces macskás TikTokot sem megnézek 20-ra. Jó, hát ez tény. Transmetropolitan című képregény sorozatban volt egy egész érdekes, disztopikus kritikája ennek, a 24/7 megosztunk dolgokat mentalitásnak. Na, azt majd megnézem. Szia, Mobile! Azt mondja, hogy a trend nem új, hosszú klasszikus szimfóniák, most egy 4-5 perces rap-rock zeneszám, mindenek megvan az értéke, mégis ma nagyon kevés nagy szimfonikus mű születik. Én azt mondanám, hogy ezt viszont ne izében érjük, ezt ne zenemű hosszában mérjük, mert egyébként klasszikus zeneműben is van olyan pár perces, ami klasszikus értékű, és rock zenében vagy pop zenében is van olyan hosszabb, ami meg trágya. Tehát én azt hiszem, hogy nem a hossz a lényeg, hanem hogy mi történik közben. Az igénytelen szarokat én se tartom semmire, de például van olyan 3 perces, mint egy progresszív rock szám, amiben 5-szer annyi történik, mint egy laposabb szimfóniában. Na, én a Béze videóin kívül még mindig csak B. Dylan Hollis főzős videóit nézem. A 20-as évekbeli hajmeresztő dolgokat főzés próbál ki. Jó, így már tudom, kiről van szó, és tényleg zseniális, és volt láttam néhány egy-két kifejezetten érdekes ötletet. Sex-Cells, igen. Fú, de lemaradtam a helyzében, és lett is slow mod, köszönöm, bárki is volt. Azt mondja, hogy Ready Player van, Oasis lenne a szuper, hát azt élném egyébként én is persze, bár mondjuk az is tény, hogy azért abba is erőteljesen behozták azt, hogy ez a hát in-app purchase, tehát hogy vehetsz magadnak jobb ruhát, meg jobb cuccot, meg jobb mindent, tehát valahol ebből a büdös nagy kapitalizmusból egyelőre még a Ready Player van elképzelt világának sem lehetett teljesen kiszakadni. Jó, gyerek, miért vagyok ennyire borzalmasan álmosan megőrülés? Szóval ez a jövő. A jövő itt van, azt nézzük, hogy Bézi ásít, és kész van. Szóval lehet, hogy egyébként nem tudom, ma lehet, hogy fölébredek majd, de lehet, hogy most a beszélgetést utána nem játszunk, mert én lehet, hogy órán belül eldőlök, és úgy maradok, és végem van. Na. VR headset a fejemben halnék meg 2 hét alatt. Igen, ez a VR technológiával és annak az elterjedésével kapcsolatban nagyon-nagyon régóta ugyanazt az elvet képviselem, és egyre tök jó, hogy nem cáfolódtam meg ebben, hogy én azt hiszem, hogy a VR technológia igazán akkor fog beindulni, hogyha ennek a felhasználói oldala is olyan lesz, hogy valami tényleg mondjuk felrakok egy ilyen szemüveget, és hirtelen vroom, benne vagyok a Ready Player One Oasis-ben, és mondjuk mit tudom én, az ujjamba be van építve a vezérlő berendezés, meg mit tudom én, mert az, hogy most valaki egy ilyen batár nagy szart hordjon a fején, és ezért kábelek álljanak ki a seggéből, és átessen saját számítógépen, macskáján és lábán, az valóban nem életszerű, tehát az egész egyszerűen az kényelmetlen, pont a hardvernek a fizikai limitációi okozzák azt, hogy nem tudsz elmerülni egy virtuális világban. Azt mondja, hogy amúgy technológiai ennél már tartunk, hogy fejjel szerelhető GoPro-k és hasonlók melynek a katonákkal, de a taktikai lépés azt mondja, hogy ne menjen publikba. Hát of course, hát most gondolj bele, hogy mit tudom én, a pirosak harcolnak a kékekkel, és a pirosak elkezdik online streamelni a hadmozdulatot, a kékek meg szimplán nézik a piros streamet, és látják, hogy na, onnan jönnek. Szóval úgy ez nehéz, igen. Az megvan, hogy az Oasis a Ready Player One-ban némileg elrettentő példa, oda tartalva a Facebook is, mi szerint, hogy a felhasználó eladható erőforrásnál is nem ember. Erről beszél pontosan, igen.
Szóval nekem elsősorban azért van durva feladatás, hogy a Metaverse-zel kapcsolatban a Facebook áll mögötte. Az van, ez egy tök érdekes dolog, nemrég írtam pont a Google-ről egy olyan cikket, ami azt fejtegeti, amit most a Facebookkal kapcsolatban fog elmondani, hogy alapvetően, hogyha születik egy olyan cég, amelyik egy technológiai újdonságra épül, mint ahogy a Google épült arra, hogy egy teljesen újszerű módozatta és nagyon-nagyon egyszerűen lehetett vele nagyon pontos találatokra keresni az interneten. A Facebook az meg ugye hát a jó alapvetően egy csajozós app volt a Cukorhegy bácsinak, amikor még nem volt bácsi, hanem csak meg akarta nézni, hogy kivel jöjjön össze az egyetemen, de igazából ugye a Facebook is arra az ötletre épült, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne egy olyan virtuális közösség, ahol mindenki kialakíthatná a saját virtuális baráti körét. És tehát van egy darab ilyen alapötlet, amivel elindulunk, akkor azzal iszonyatosan híresek vagyunk, és természetesen ugye Amerika és kapitalizmus, és éppen ez mindig a következő évben háromszor jobbnak és profitabilisebbnek kell lenni, mint az előzőben, mindig előre kell menni, mindig növekedni kell, tehát éppen ezek mindig kitalálunk valami extrát, hogy jó van, akkor mit tudom, Google vagyok és keresőt építettem, de mi lenne, hogyha kereső alatt lennének targetált reklámok és azért követnének a kis robotok és néznék, hogy én mit nézek a neten, aztán akkor ráadásul csináljunk már mobiltelefonos operációs rendszert is, meg elektromos autót, meg mit tudom én, és hát bármennyire is óriás cég ez az egész, de ugyanakkor hát szinte lehetetlen villantani, mint az eredeti ötletet, amivel elindultak. Na most a Facebook, az szerintem az eredeti ötlet a Facebooknak, az egy tök jó dolog. Lehet szídni nagyon sok miatt, én azért használom a Facebookot, mert alapvetően egy olyan eszköz, ahol például ugye én itt élek Bécsben, egy csomó barátom, ismerősöm, rokonom meg ott él a máshol. És éppen ezért ez az az eszköz, amin én legalább címszavakban látom, hogy mit csinál, és hol van, és mi van vele, és éle még. Persze arról el lehet vitatkozni, hogy a Facebook mennyire, meg az összes ilyen közösségi oldal mennyire közvetít valós képet valakiről, mert ez egy másik kérdés, de többek között én erre használom, és nagyon sokszor van az, hogy mit tudom én, akár anyukámmal is messengeren írunk egymásnak, mert tökéletesen tudja mondjuk, hogy én éppen valami, tehát akár egy Zoom megbeszélésen vagyok munkában, és éppen ez nem fog fölhívni, de leírja, hogy mi történt vele. Szóval ezek jó dolgok alapvetően, viszont az, hogy utána a Facebook is túl sok mindent kezdett el csinálni, és éppen ezért minél több mindent csinál, minél szanaszétebb aprózza magát, annál több lehetősége van ezeket el is cseszni, és hát azóta látszik, hogy a privacy-től kezdve tényleg a felhasználó élményen keresztül egy csomó mindent elcsesznek. Na, szia Süni! Azt mondja, hogy vér jelenleg még elég gyerekcipőben jár minden téren. Nem gyerekcipőben, hanem gyerekheadsetben, de egyébként igen. Egyébként nem szeretem ezt az online kapcsolat, csak placeholder, szerintem semmivel nem ér kevesebbet egy online barátság, mint az IRL, sőt, sokkal organikusabban lehet kapcsolatot építeni, mint eleve egy közös nevezőn találkoztok. Igen, egyébként ezt teljesen adom is, hogy ez lehetséges. Hát ugye mi viccával is úgy találkoztunk, hogy mi Tumblr-en kezdtük el követni egymást, konkrétan úgy, hogy egyikünk se tudta, hogy ki a másik. Sőt, én az elején csak azt láttam, hogy ő tök jó vicces dolgokat oszt meg Star Wars, meg macskák, meg mit tudom én. Nem is voltam benne biztos, hogy ő lány, vagy fiú, vagy sün, vagy holló, vagy bármi, és aztán utána később, persze azért ez elég gyorsan kiderült, de akkor már volt egyfajta online ismerettség, ahol tudtam bizonyos dolgokat róla. Ez is teljesen oké. A teljesen csak online kapcsolat az azért valamilyen szinten már jelzi azt, hogy ott valami súlyos szociofóbia van, vagy ilyesmi, de ettől még az, hogy valaki valakivel csak online tartja kapcsolatot, például azért mondjuk, hogy másik kontinensen lakik, hát ez pont emiatt jó dolog. Nem értettem, miért van rajtunk véres szemüveg. Nekem durva motion sickness-em van, szóval a VR nálam nem játszik, nekem is nagyon gyorsan megfelelődül a fejem benne. Igen, Edem az online kapcsolatokkal kapcsolatban, ő is azt mondja, hogy én egyetértek, az mondjuk igaz, hogy kicsit veszélyesebb, mert a virtuális maszk mögött sokkal könnyebb kihasználni a helyzetet, de ez amúgy a személyes találkozásos kapcsolatoknál simán előfordul. Persze, ez meg a másik, hogy legyen igenis az embereknek olyan, hát ez úgy mondják, hogy digitális írástudása,
tehát tudja annyira használni és értelmezni az internetes eszközöket, forrásokat, meg egyéb, hogy fölismeri azt, hogyha valaki csak bullizza, hogyha valaki stalkolja, hogyha valaki szórakozik vele, hogyha valaki, mit tudom én, ki akar húzni a másikból egy, mit tudom én, egy intim fotót, mondhatni, hogyha valaki benosikázik valakit. Das Leia, köszönöm szépen a raidet és azokat, akiket hoztál. Sziasztok, Béze vagyok, 48 éves, de testem, mint egy 47 éves, alkoholista, de már elmúlt, hanem inkább zenész, műsorvezető, streamer, újságíró és minden egyéb. Hello. És éppen arról beszélünk, így az online valóság, a videózás, a streamerségnek a jövőjéről, hogy vajon mi lehet ebből mondjuk 5-10 év múlva, ahogy mondjuk 5-10 éve nem láttuk még azt mondjuk a kezdő YouTube videósok idején, hogy idáig jutunk el. És Tiliensi, köszönöm szépen a követést. No, azt mondja, hogy nyugdíjuk mikor lesz időskorokra a streamereknek? Kata, a pontosabb kérdés, de semmiből, ha csak nem rak félre, ebben nincs sok újdonság, Európán kívül, plusz Kanada, világ ilyen, nem jobb más, olcsóbb a munkaerő, csak jobban elszámolnak például egyházak segélyszervezeteinek a támogatására. Na, én úgy vagyok vele, hogy én azt hiszem, hogy a nyugdíj az, és úgyis, én nagyon nem vagyok egy ilyen kapitalizmus lover, sőt, szokták is mondani, hogy olyan komcsi vagyok, mint a ház, de ezt most egyáltalán nem azért mondom, hogy most mondani fogok, hogy annak idején azért Magyarország, meg ez a keleti blokk, ez nagyon hozzászokott ahhoz, hogy a nyugdíj az egy olyan dolog, amiből majd meg lehet élni. Mert ugye egy nagyon zárt pénzügyi, meg munkaügyi rendszerünk volt, és lehetett azt tudni, hogy van annyi tartalék a rendszerben, hogyha valaki végigdolgoz 40 évet mondjuk, akkor megkapja azt a nem sok, de nagyjából kiszámítható fizetését, amiből meg tud élni, és ki tud termelni ez állami szinten annyi nyugdíjat, amiből szintén, ha nem is jól, de meg fog tudni élni, amikor már nem dolgozik. Na most ugye látszik, ez nem volt egy fenntartható rendszer, csak erre nekünk, hát amikor jött a piacgazdaság, akkor kellett szép lassan ráébredni, hogy a nyugdíj valahol egy nagyon hamis illúzió, tehát az ember azt gondolja, egy csomó még mindig nem gondolnak bele abba, hogy honnan lesz a nyugdíj, hanem azt mondja, hogy jaj, ha majd elérem a nyugdíj korhatárt, elmegyek nyugdíjba, és nem fogsz megélni, hát milyen pénzt kapsz, tehát hogy amíg egy csomó mindenkit feketén foglalkoztatnak, amíg egy csomó mindenkit minimálbéren foglalkoztatnak, meg hasonló, akkor elmegy nyugdíjba, és 17.524 forint lesz a nyugdíj egy hónapban, és két nap után meghal. Tehát, hogy ez a nyugdíj dolog, ez nem csak a videósokat érinti majd rosszul, meg azokat, akik ilyen jellegű dolgokat próbálnak csinálni, ezt mindenkit rosszul fog érinteni. Azt mondja, hogy Tomi, nagyon el is köszönök, lörökbe átmászok, el kellene kezdenem összepakolni a dolgokat jövőleti elvonulásra, egyrészt jobb késő, mint soha, másrészt akkor még most értek az a nyaralásra, és pokolják ki azt a táskát is, amit viszek magammal. Jól van, pakoljál, nagyon fontos, hogy apukádék összes olyan cucca kerüljön ki, amit utána te nem akarsz elvinni magaddal az elvonulós táborba, és jó pihenés neked, és tényleg töltődj föl, próbálj meg minél kevesebbet magaddal vinni, meg magaddal rántani az idegesítő részéből a világnak, és aztán akkor várunk kipihenten egy hét múlva. Igen, a Városcsillagok Arthur C. Clarke könyv és nem Asimov, teljesen igazad van, valamiért folyamatosan keverem őket, két klasszikus, és Arthur C. Clarke és Asimov, és A betű, és na, azt mondja, hogy hiányzik a közös kapálás, ha visszajössz, kapálunk tovább. Azt mondja, hogy Sanchez azt mondja, szerintem az a TikTok korszak borzalmas, én nagyon komótos ember vagyok, irányos elvárásaim nincsenek, hogy hozzám lassuljon a világ, vagy ilyesmi. Igyekszem arra törekedni, hogy ne befolyásoljon pszichológiai semmilyen app, vagy bármilyen kütyű. És köszönöm szépen, M. Gabi, a 7. hónapot, nagyon-nagyon szépen köszönöm, meg vagyok tisztálva. Szóval azt mondja, hogy igyekszem arra törekedni, hogy ne befolyásoljon pszichológiai semmilyen app, vagy bármilyen kütyű, ragaszkodom a könyvek fizikai formátumához is, és az okos otthonmentes élethez. Aki látja ennek a korszaknak a fenyegetéseit, tudja, hogy a biztonságérzet abban rejlik, hogy mi irányítsunk, ne pedig valami más. Ez is igaz,
Ez is igaz. Én egy kicsit, tehát nem vagyok ennyire ilyen doomsday believer, tehát én az okos otthont sem tartom ördögtől valónak, ahogy az e-könyvet se tartom ördögtől valónak, mert én azt hiszem, hogy az e-könyv, tehát monitorom vagy telefonom még mindig nem tudnék könyvet végigolvasni, mert az egy olyan felület, ami az olvasáshoz egész egyszerűen szembántó, viszont ugye hát itt van ez a csodálatos dolog, amit én egy csodálatos embertől kaptam egyébként kölcsön, amikor az enyém megdöglött, de itt van a Kindle, ami, de egyébként tehát bármilyen e-olvasó az alapvetően ezt tudja, hogy ugye úgynevezett e-ink kijelzője van, az e-ink az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem egy monitort bámulsz, vagy valamilyen kijelzőt, hanem tulajdonképpen ez tényleg e-papír, az, ami azt jelenti, hogy egy elektromosan módosítható rétegen vannak tinták. Tehát ez konkrét tinta, egyfajta tinta, és egy elektromos impulzus alapján újra rendeződik, mikor lapozol. Tehát ez igazából olyan, mintha tényleg egy papírt olvasnál, csak amikor lapozol, akkor át tudnak rendeződni rajta a tinta betűk. Egy hihetetlen jó találmány szerintem, és ez nem fárasztja a szemed, és igenis olvasás közeli élményt ad, tehát tudja úgy vezetni a szemed, hogy nem arra figyelsz, hogy betűket olvasol, hanem elkezded átélni a cselekményt, és akkor ez így tök jó. Továbbra is nagyon szeretem a könyvek fizikai formáját, és továbbra is az, hogy ami könyv nekem nagyon fontos valamilyen szempontból, azt nagyon szeretem, ha megvan fizikai formátumban, viszont aki költözött mondjuk annyiszor, mint én, ami 20 nagyon sok, és akinek van akkora könyvtára, mint nekem, ami mondjuk, mit tudom én, 15 IKEA-s költöztető doboznyi, az tökéletesen tudja, hogy egy idő után ez egyszerűen egy önszopatás és egy borzalmas dolog ezeket hurcolni magaddal mind az összeset. Tehát most például én úgy vagyok vele, hogy a normál könyveim, a papír könyveim, azok összecsomagolva vicca szüleinek az Annavölgyi pincéjében találhatók, és tényleg 15 vagy 20 ilyen nagy IKEA-s költöztető doboznyi, és nem hoztam ki őket, viszonylag kevés, de nagyon fontos könyvem, albumom és képregényem van itt kint, és minden más az igenis rajta van a Kindle-on, egyszerűen azért, mert hogy így kényelmes hordozni, és így olyan, hogy tényleg most is például, amíg mentem Grazba, meg jöttem vissza, ugye Vica ilyenkor általában alszik velem szemben a vonatülésen, és én pedig elő tudom kapni ezt a, mit tudom én, 4 mm vékony kis cuccot, amin rajta van egy teljes könyvtárnyi anyag, és el tudok kezdeni olvasni. Szóval szerintem egy nagyon hasznos motyó, de az biztos, hogy ha ilyen nem lenne, hanem mondjuk csak kicsi, de ugyanolyan kijelzős e-könyvek lennének, mint mondjuk egy telefon, azon nem tudnék folyamatosan olvasni. Sem az élmény nem adná, sem pedig nem, a szememnek nem lenne jó. Na, könyvet köszönöm, fel is írtam magam, én is Arthur C. Clarke, Aclark. Ahogy Skiffik előrejelzésen elég gyakran fordított a helyzet, néha előrejelzik a dolgokat, hanem kitalálnak valamit, ami adott lehet a tudósoknak, és aztán kifejlesztik. Igen, és hát a harmadik verzió pedig az, amit nagyon gyorsan felülír a tudomány, tehát hogy valaki kitalál valamit, hogy fú, az majd lesz ilyen, meg olyan, és teleportálás, és mit tudom én, és aztán kitalálják, hogy ez a modern és a létező fizika és egyéb határain olyan szinten túlmegy, hogy soha nem lehet majd megcsinálni. Na, mobiltelefonok ötlete a Dick Tracy és Star Trek sorozatokból jött, tableteket 2001 űrodisszei ihlette, tengeralattjárt Werner regénye. Így van, ez így van, egy csomó ilyen volt. Azt mondja, hogy igen, ezt a streamet nem támogatta a Logitech, pedig megtehetné. Igen, ezt a streamet nem támogatta sem a Logitech, sem a Samsung, sem a Razer, sem a Huawei, sem az Apple, viszont minden ilyennek örülnék, és nagyon szívesen streamelnék ilyen eszközökről, és ilyen eszközök segítségével, ha értitek, mire gondolok. Eladó a testem. Köszönöm. Egyébként úgy vagyok vele, hogy nem tartom ördögtől valónak a támogatott streameket és streamereket, tehát szerintem, hogyha valaki azt mondja, hogy ez a stream, mit tudom én, az ilyen és ilyen webkamerával készült, én azt hiszem, hogy ez égvilágon senkinek nem fáj, és nem olyan reklám, ami
ami rossz, főleg akkor, hogyha valaki tényleg tud azonosulni vele, mert ezt viszont egyébként bevallom, hogy megkerestek már olyanok támogatással, akiket nem akartam bevállalni, mert például olyat kellett volna mondanom, vagy csinálnom, hogy az én streamjeimet ilyen és ilyen eszköz használatával készítem, és tudom azt, hogy az az eszköz a számomra nem jó, vagy egyáltalán nem tartom jónak, és hát vagy vért izzadok, míg azzal csinálok bármit, vagy pedig konkrétan nem azzal csinálnám, csak azt mondanám, hogy azzal csinálom. De egyébként, tehát hogyha ha valaki olyan jönne hirtelen támogatni, akinek tényleg teljes messzelséggel be tudnám vállalni azt, hogy az ő eszközeit használom, vagy az ő technológiát használom, nekem nem lenne zsenánt ezt elkezdeni csinálni. Na, bejött a ideg, a testet hibernálódásra vágyik, az biztos. Az biztos! Nagyon, tényleg most nézem, hogy 1:15 órája megy a stream, én komolyan még fél órát így beszélgetek, aztán akkor utána el fog dőlni, mert végem van, nem tudom mi van. Szerintem az, hogy most van végre megint egy picit jó idő, és egyszerűen a szervezetem most jelez, hogy na most lehet aludni, most menni fog. Tartsunk alvó streamet. Hát az nagyon vicces lenne, azt nézitek, hogy hortyogok, meg hogy fordulok össze-vissza, és mekkora orbitálisokat fingok álmomban. Hát azt nem hiszem, hogy ti akarjátok. Bár aztán lehet, hogy ez egy közben fölébrednék egy ilyen mozgalmas éjszaka után, és azt látnám, hogy mit tudom, hogy több ezer euró van ez egy donétben, és mit tudom, ilyen 200 új követő. Na, az IV-vet én szerettem, hasznos volt, mert követetted félig fontos, hogy távoli emberek dolgait, még nem volt elszállva nyaralos képekkel, Facebook már csak áruként kezelő felhasználó. Az IV egyébként most jó, nagyon távolít mondok, de az IV ugyanazon az elven működött, mint a Facebook. Az, hogy hogyan voltak dolgok pénzre váltva, az meg nem a technológián múlt, hanem hogy ki mire akarta használni. Azt mondja, hogy megyek tovább, és bocsánat, nagyon le vagyok maradva a csettel. Én az AR részt kicsit jobban szeretem, már mint a VR-nél, jobban eladhatóbb lehet az embereknek. Szerintem az AR az tényleg egy olyan dolog, ugye itt az augmented reality-re, vagy kiterjesztett valóságról van szó, aki esetleg ebben annyira nem lenne benne. Ugye ez annyiban különbözik a VR-től, hogy míg a VR-ben, tehát a virtuális valóságban, virtual reality-ben, ugye kizárólag egy olyan környezetet látsz, amit a gép közvetít neked, az AR, mint kiterjesztett valóság, az gyakorlatilag azt tudja csinálni, hogy átlátsz, úgymond a... Tehát mintha most nagyon leegyszerűsítve lenne egy szemüveged, amin látod valóban a valódi világot, viszont a technológia képes a valódi világra ráépíteni virtuális dolgokat, tehát például mondjuk lehetne úgy társasjátékozni így távolból, hogy én odaülnék a társasjátékozós asztalom elé, és hirtelen oda vetítené a társasjátékos asztalomra azt a társasjátékot, amivel mondjuk, mit tudom én, éppen Edemmel játszom a távolból 500 kilométernyire egymástól, és én is az asztalomon látnám a társasjátékot, és hogyha fölállnék, arrébb mennék, meg ilyesmi, akkor is ugyanott maradna a kép, vagy akár még ott lenne mögött Edemnek az avatarja is például, és ezt tudja az AR. Ezt egyébként nem tartom egy rossz dolognak, itt még technológiai nem vagyunk ott, hogy ez minden szinten tökéletesen menjen, szerintem. Én még a Viven kezdtem, az volt az igazi, így van, meg nekem ráadásul volt MySpace oldalam, ha ez még mond valakinek valamit. Azt mondja, hogy szerintem nem csak internetes írás tudás kell, az internetes ismerkedés sikerességéhez, hanem egy kis ember ismeret és egészséges mennyiségű paranoia is. Igen, ez így van, tényleg mivel tehát nem látod, hogy ki van a túloldalon, éppen ezért, hogyha valaki valaminek valakinek és valamilyennek kiadja magát, azért mindig nézz utána. Ez teljesen egyértelmű. Közben végignézzük, hogy bealszol. Az biztos, szóval a végem van. Bézés, szesz, tessék időben megdögleni. Azért szerintem az állam kötelessége lenne fenntartani jó minőségi nyugdíjas élet támogatását. Ez így van, de hogyha azt nézed, hogy az állam is tulajdonképpen egy olyan gazdasági szervezet, ami nagyon-nagyon-nagyon sok oldalról próbálja fenntartani az életedet, tehát azt, hogy legyen hol laknod, hogy legyen mivel fűtened, hogy legyen mit enned, meg innod, meg ilyesmi. Hát egy jóléti állam, ahol a környezet is olyan, meg mit tudom, hogy ez meg tudná ezt csinálni, sőt van is ilyen állam, ahova most ha elmész, akkor tökéletesen tudod, hogy rendben lesz a nyugdíjad, meg egyéb. Magyarország is nem feltétlenül az. Na mindegy. Azt mondja, hogy
az okos otthon te irányítod, csak vannak rendszerek, amik végrehajtanak egy utasítást. Jó esetben, tehát itt is az van, hogy ugye ahány fajta rendszer csatlakozik az internetre, meg egymáshoz, meg minden, annyiféleképpen kínálsz tulajdonképpen feltörhető felületet. Én azt mondom, hogy az okos otthon önmagában egy jó dolog, csak egyrészt tudjad, hogy hogy használod, és védjed meg minél jobban. No, e-papírnak milyen illata van, amivel befújod. Azt mondja, ma fizetett nyugdíjárulékokból fizetik a mostani nyugdíjasok nyugdíját. A milyenket, ha lesz, az akkori munkavállalók befizetéseivel fogjuk kapni, ha marad a felosztó kiróvó nyugdíjrendszer. Pontosan ezért félek tőle. Azt mondja, hogy... És tényleg, igen, tudom, a könyv tényleg nagyon sok, tehát a valós könyv nagyon sokat tud adni az olvasáshoz. Egy csomószor ugye praktikusság szintjén döntöd el, hogy most mi a jobb neked, az el vagy az igazi. Na, azt mondja, hogy... bocsánat, elmegyek valami innéért, mindjárt jövök vissza, közben a háttérből beszélek is akár, csak elfogyott az innivalóm, és végem van. Egy momentum. Jó, és elalszom, és tudom, és csak a baj van velem, meg a mit tudom én. Soros, gyurcsány. Voltam a villanyom, hogy lehessen látni a szétesett arcomat. Jaj, és itt van egy citrom, ezt bele fogom csavarni, bármit is fogok inni, még nem tudom, mit fogok inni, de belecsavartam egy citromot. Ezzel kezdem. Közben valaki visít az ablak alatt, ez nagyszerű dolog. Ja, meg is szerintem narancs szörpöt fogok inni, mert a narancs szörp az alapvetően egy jó dolog. Viszont most nincs friss jegem. Á, borzalom! Mindegy, megpróbálom kiereszteni a csapot, amíg még van víz. Jól van. Na, macska, te ne gyere, te most kaptál kaját. Többször is, meg több fajtát is. Na, itten vagyok. Bocsánat. Jaj! A pahang. Na, közben volt egy húzd ki magad. Volt egy mencs, egy hirdratáj, oké. És akkor utána volt egy vers lehet mindenkinek, természetesen. Vers mindenkinek. A jövőről. Idegenben, most pont azért dagadt ki a vérerem, fizetésből, bérből nekem sose nem lesz vérem. Köszönöm szépen. És akkor most pedig egy beszélj énekelve is ki lett váltva. Tehát akkor mostan beszélgetni fogok. Énekelve. Az alvás legalább nyelv független, már is 8 milliárd potenciális donét. Ki fogom tolni, hogy Bézé Sleeping Stream, és aztán akkor behunyok. A VR-ből akkor lesz valami. Az egyensúly érzékünket is becsapja szerintem. Egyébként igen. És messziről hortyogás hallatszik, igen. Fúj, ez nekünk is elfogyott. Én most beraktam újat, csak pont ugye most jöttünk haza Grazból, és amiben volt jég, azt én most elhasználtam az előző üdítőre, és éppen ezért most, amit az előbb visszaraktam jegesedni, az még csak víz. Én is visítanák, ha kisgyerek vónák. Igen, de akkor én is lecsapnélak, hogy ne frissítsél. Fater részegen dumál a konyában, vibe. Aludj énekelve. Mit tudom, ez alvó streamet tiltja, attól tényleg, de miért? Azt viszont miért? Ezt tényleg nem értem, mert azt, amikor valaki mondjuk, tehát hogy azt tiltja mondjuk a felhasználói feltétel, hogy ne csinálj mondjuk mit tudom én pucércsajó streamet, mert mit tudom én nem tudom, ne szedjél pénzt be abból, hogy azt megértem, azt is, hogy mit tudom én, ne, tehát jelezd, hogyha riranolsz, meg ilyesmi, de hogy most egy alvós streamet miért ne lehetne csinálni, szerintem abban az íg egy adta a világon semmi rossz nincs, de hát mindegy. Tökülön egy BZ by Night kamera, mert láthatnánk, mit csinálnak veled a macskák, míg alszol. Azért nem lenne jó egy BZ by Night kamera, mert a legtöbbször, és hát főleg mondjuk bármikor, amikor 20 fok fölött van az átlag hőmérséklet,
akkor kizárólag a saját bőrömet hordom magamon alvás közben. Na azt már nem szeretné a Twitch, az biztos. Meg senki, tehát nem akarjátok az én ruhátlan testemet nézni. Azt mondja, hogy ha jól tudom, a körülmények miatt az OnlyFans kellene. Igen. Na, jó, és végére értünk, ezért utolértem a chatet, mert nagyon szépen köszönöm, hogy átvettetek slow modra. De hát, fú, nagyon belenyúltunk egy témába, és ez egyébként tök jó, mert mindenkinek van, tehát mindenkinek volt egy csomófajta véleménye ezzel kapcsolatban, és ez tök jó, ütköztünk. Nem tudom, megvan-e, de mióta adás van, azóta, hát mondjuk ez így a 8. deci innivaló volt, tehát általában egyébként stream alatt egy másfél litert lazán megiszom. Egy gyors játékot tolunk ki közösen, Garty. Figyelj, simán lehet most egyet játszani. Én azt mondanám, hogy egy kör Garty, vagy egy kör Csöcsös Mário, föl is teszem a kérdést. Mert utána tényleg el fog dőlni, mert végem van, tehát ez egyszerűen kiment a vér a fejemből, úgy szédülök, mint a baromállat. De akkor poll. És ismét azt mondom, hogy vagy arra kattintsatok, amit ti is szeretnétek, tehát hogy amiben részt vennétek. Tehát azt mondja, hogy melyiket játszanátok, Gártyty és Scriblio. Érti, aki érti. 2 perc. Tehát akkor lehet... Üdvözlet az egy midi billentyűzet, igen, miért állás a kezdő emberkének. Attól függ, hogy mire használod egyébként, tehát nem, erre nincs ultimate jó megoldás. Ez konkrétan egy Alesis QX49. Ez egy viszonylag alap dolog. Nekem leginkább arra kell, hogy ténylegesen billentyűs részeket vegyek föl a zeneimhez, vagy kísérletezzek mondjuk különböző billentyűs kíséretek terén, mert erre tök jó, meg lehet rá ugye sustain pedált rakni, tehát lehet ténylegesen zongoraként használni, aftertouch-os meg ilyesmi, tehát érzékeli azt, hogy én meddig és milyen intenzitással nyomkodom, meg mit tudom én. Tehát ilyen szinten egy tök jó dolog. Egyébként közben 6-4 a Gartic Phone javára, de még simán nyerhet akár a Csöcsös Mário rajzoló Scribble.io, tehát teljesen nyugodtan szavazzatok. Ma befejezem a straight, és nagyon bejött, gyorsan visszamentem egy pontra, hogy behúzzam a Productive Day Achievement-et. Tök jó, yeah. 7-5, 7-6, fú, ez még simán kiegyenlítődhet, sőt, átvette a vezetést a Scribble.io. Szóval egyébként a billentyűzetre visszatérve, hogyha mondjuk például te viszont inkább ilyen zenei produkciós ember vagy, vagy mondjuk elektronikus zenéket csinálsz inkább, akkor érdemes valami olyasmi billentyűt venni, amin több az a fajta kontroller, ahol mondjuk lejátszott hangokat vagy szekvenciákat tudsz módosítani, és rögtön van egy olyan kütyüd, amivel mondjuk filtereket rakhatsz rá a dolgokra, meg ilyesmi. Tehát igazából nézzél, én azt tudom továbbra is mondani, a YouTube egy baromi hasznos dolog arra, hogyha azt mondod, hogy mit tudom, melyik a legjobb MIDI billentyűzet klasszikus zenéhez, és akkor az. A Scribble.io nyert, azt fogunk játszani, mindjárt hol a Bence nem itt. A nagy beszélgetés alatt elkezdtem dolgozni, mint az állatok. Vasárnap este? Volt ő fó? Na, oké. Elkezdem akkor itten csinálni a Scribble.io-hoz a mindent. Azt mi az operában szoktam játszani, igaz? Igen. Jó. Scribble.io. Igen, mindjárt küldöm a linket, hogy hova lehet belépni. A lényeg az, hogy átváltok erre az ablakra, igen, és akkor csinálok egy private roomot. Az operában nem otthon. Na, és ugye összesen 9-en tudják ezt játszani együtt. Egész nap olyan ügyesen elkerülni a papír, de úgy jól esett a szöszölés. Alright, akkor most itt is lehet szöszölni, gyere. Gyere, szöszöljünk együtt. Szöszölj velem.
Na, Eden már itt van. Anon is itt van. És akkor azt mondom, most kell megint ezt a kis képet egy kicsit, ja nem így csinálni, hanem csak arrébb rakni, hogy majd ne látszon, amit írok. Semmi zuhanó fiú. Hát az most a... lesz az is, csak tényleg, hát épp hogy hazaértem a stream elejére, semmire nem tudtam fölkészülni. Igen, és az nagyon fontos, hogyha hogy egyrészt aki játszik, az majd a játékba fogja írni ugye a megfejtési kísérleteit. És a többiek, akik viszont csak nézik, azok majd léci, ne írjatok be a jó megoldást, vagy jó megoldás ötleteket a streamnek a csetjébe. Viszont amit várunk, az az, hogy mindenféle kretén megoldási lehetőség, mert azok a legviccesebbek. Na, srácok, csak ennyien vagyunk, tehát egyre 2-4-6-an vagyunk, és egyébként nem 9-12-en tudnak együtt játszani, szóval lehet még jönni, megint belövöm a linket. Nagyon egyszerű játszani, tehát igazából szerintem bárki jöhet, nagyon, nagyon jó lesz, nagyon vicces lesz, gyertek, kreténkedés. Hogy kicsoda? Belépett a játékba Orbán Viktor. Alrighty. És jó, már kilépett ott a főni. De főnit leváltották. Még 5 ember fér be a játékba. Gyertek. M. Tomi is megérkezett. If only, igen. Playthouse B. Playthouse B eltűnt. Azért olyan tecsenek, hogy így bejöttök, kimentek, mert ez, érted. Na, még 3 ember tud jönni játszani, és akkor neki megyünk. Úristen gyerekek, olyan szinten így kiment a vér az agyamból, és így mindjárt elszédülök, és elalszom, és tényleg azt fogjátok nézni, hogy itt hortyogok. Borzalom, nem tudom mitől van ez. Na, még mondjuk fél percet várok, és akkor elindulunk annyi játékossal, amennyien vagyunk. És aztán közben is lehet jönni egyébként még. Tehát szerencsére ebből be lehet szállni játék közben is. 10, 9, 8, 9, 7, 10, 8, 3, 2, 1, 4, fél, atya úristen 10 érkezett. Na, jó van, elkezdjük aztán, gyorsan énekeljetek valami altatódat, attól fölkelek. Na, még egyszer beírom a linket, és aztán akkor elkezdjük, de akkor még közben is, akár hogyha marad szabad hely, búzom ki magam, akkor be lehet szállni, és bealszik a PZ a Scribble végéig, ez a prediction. Jézusom, de még vagytok, hát imádom. Jó, én énekelek neked. Jó, csináljuk. Ami kedves kicsi baba. Na jó van, én csak azért is elindítom a játékot, közben prediktáljatok. Igen, én nem tudok prediktálni, mert hát nem tudok, mert én vagyok a streamer. De egyébként egy kicsit többen mondják azt, hogy bealszom, mint akik azt mondják, hogy nem. Nagyon szép, prediktáljuk. Húzzam ki magam, és Jack the Lizard, nagyon szépen köszönöm a követést. Na, el is indítom a játékot. És akkor mondom, nagyon fontos, hogy a chatbe, a normál chatbe ne írjatok jó megoldást. Oda csak a marhaságok jöhetnek, jó? És akkor ezt ide húzom, hogy ne lássátok, hogy én mit írok. Nagyon jó, tüdüdüdüp. És rajzol, atya úristen. Rajzol, atya úristen. Nem hordó minden esetre. Na. Igen, ez egy nagyon elrontott kör. Köd a tisztán. Aha, eddig jó. Ez a Nordil is belépett.
Vödör pohár, TARDIS felülről. Tesco 1-es, Windows 3 plusz 1, in. Ja, hogy ez? Jó, hát így viszonylag egyszerű. Tisztázló videókártya. Hopp, Nordilt kidobta a rendszer. Nem baj, gyere vissza, de gyere, visszajött. Akkor miért írja, hogy left? Na mindegy. Ezt, igen. Szóval olyat ne csináljátok, hogy beírjátok, mert az úgy nagyon egyszerű. De hát így akkor Intel. Nocsak. Jó, hogy fagytál, I see. Na, Bex következik. Rászpontálj föl, így van. Mi? Szögletes gumikacsa. Ez mi? Ez sajta hányáson? Wow, oké. Vissza kellene sajtja. Milyen kocsit vennék szívesen, amelyik tetszik? Fú, ez egy nagyon hosszú téma, ezt a következő beszélgetésben akár rámehetünk, bár egyébként egyáltalán nem vagyok egy ilyen iszonyatosan nagy autóbuzi, de meg most igazából, tehát most például majd augusztusban tök jó lenne megint egy kölcsönkocsi. De egyébként nem, tehát a hétköznapokban gyakorlatilag nem hiányzik az autó most. Oké, meg vagyunk. Nagy Magyarország, nem ez a kicsi. DeLorean. Egyébként a DeLorean az mennyire egy, tehát hogy persze egy ikonikus autó egy ikonikus filmből, de egyébként valójában egy borzalmasan rosszul eladható és gazdaságtalan autó volt. Ez a párakat kidobott a játék, itt lehet visszajönni. Na, nagyon-nagyon spíleres, alright. Can't read. Basszus, végem van, olyan álmon halok. Igen, ez a fekete, ami zöld. Oké. Simán rohamsisaknak néztem, de hát mit nekem ti Zordon Kárpátoknak. Eden vezet egyébként, és én pedig hatodik helyezett vagyok. Hát ez nagyon szomorú, de rohambili, igen. Boldog tank, igen. Miért visít kinn a gyerek? Vigyék ilyen kómán haza. Na, egyszerűen nem bírom, hogy mostanában nem tudják ránevelni a gyerekeket arra, hogy üvegrepesztő visítással nem operálunk. Sikítok is, gyerekek. Igen, ez az első nem Tetris, a második meg igen. Igen, na de ez mi lehet? Kocsi, autó, sofőr. Mi a sütemény, sofőr? Mi? Kex sofőr. Ez mi? Konzol sofőr. Mi? És ez nem tudja. Mi az? Jézusom! Már nem tudtam beírni, játékvezető, igen. Süti sofőr! Elértem a kroplit. Vesztrajzol. Ú, túl késő jöttem, és már nem volt időm beírni.
és Adam kitalálta ezt egyedül, és beírja be ezt, hogy te nem szégyeled magad. Ez mi? Mi van? Ne! És már hetedik vagyunk, Pessarium! Fura Harry Potter! Jaj, Istenem, csodálatos, hogy vagytok! Köszönjük szépen az XD-t! Oh God! Fosa! Tényleg álmolhalok, ez iszonyú. Úr, itt kell mondani, egyszer lemerült az elem. Csillag Patrik, és az én csarcom a háttal van biztos. Te vagy a csodálatos? Ne, te vagy a csodálatos! És legalább egy... És... Ezt a mutáns basszus! Milyen új volt ez, gyerekek? Na, Adam rajzolt, tehát utána akkor én majd bekattintom a nelest, és aztán akkor ugye én választok, csak hogy el ne. Most már nem fog kávét inni, mert akkor viszont egyáltalán nem fog aludni, tehát ez nem jó. 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, tehát egy két szó és 5 és 8 betű. És akkor ezt most bocsánat, így átrakom. De ez mi a fene? Van neki lába. Visszatudalni horkolok. Szerencsére mostanában nem horkolok. Ha ilyen nagyon beteg vagyok, vagy nagyon fáradt, akkor... Nem. Jaj, gyerekek, hagyjuk már ezt a dogmatikus szarságot. Nagy horkoló. Jézusom, ez még igen. Jó, hát kitalált emberek vannak itt. Na, akkor most én találok ki nektek egy szót. És hát akkor legyen... Jó, legyen akkor ez. Tehát ha már volt egy ilyenünk, hogy... Így, és akkor ugye így az egyik, így a másik, de mi nem ezt keressük, hanem ezt. Ez mi? Hogy hívják eztet? Ukrajna, hát majdnem. Földrajza, vannak problémák, migránsok, természetesen igen. Vonósugár, lefosott a sógatya. A műba hányadék. Igen, ez éppen Románia volt. Lefosott a sógatya, de miért? Jaj Istenem. Na jó, leszedjük ezt, Nordil választ. Értély, igen. Na ez is kettő szó, kettő, egy öt és három betű. Igen. Nevj ork. Az egy milyen élőlény a nevj ork. No, ne. Mi van? A vége megvan, de mi az eleje? Hát ez többszörösen rosszul van, de egyrészt miért van ez lefordítva, másrészt ha már le van fordítva, akkor kötőjeles lenne, de
De ja, temze, igen. Nietzsche, de nagyon szép egyébként a rajz. Istenem, igen, ez a Tower Bridge egyébként, hát én még sose olvastam lefordítva, de hát mindegy. És ha valami valamilyen híd, akkor azt kötőjel elírják. De Apraja falva, igen, Korea. Miért Korea? Na, Bex választ. Na nézzük. Ezt, jó, ezt most nem hiszem, beírtam, hogy fas, és ebben utána beírtam, hogy zod. Fas zod. Jó, én most ilyen egyszerű dolgokat akarok. Lila pia. La 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 la, lila pia, la 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 la. Isten, nagyon vége van már, tehát az utolsó csepp benzineket égettem az agyamban. Én szakadok amúgy, igen. Bor nem issza Gergely. Igen. És bor de issza Béla. Nagyon Dionysos a lila színválasztás, igen. Tokony fröccs. Na, menjünk tovább. Tomi rajzol. Luigi Mario. Ez Vizi Mario lesz. És ott a Moby Dick. Moby pénisz. Na, szép egyébként. Fish and chips. Cépa. A lesben álló pápa. A lesben áll egy pápa. Áldozatra várva. Ne lőd le a megoldást. De ez cápa. Na. 2-4-6 betű. Sajt. Igen. Hú, de bántja az OCD-met, hogy nem lett befejezve. Oké. Ott. Sárga csekk bizony. És a lesben áll egy cápa. Jó, bocsánat, ez... És a megoldás az, hogy a lesben áll egy számla, áldozatra várva. Tess bácsi, rajzol most, ajajaj. Valahol messze délen nőtt egy kerge béken. Na mi ez? Holttestem zokog, hullámsír. Ez is millió hangeffekt akár. Valahol messze délen. Mi? Hogy mi van? Víz plusz tégla, vagy mi az? Víz plusz kémény fölülről? Oldra szállás. C. Mi? Víz, C, 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 csöcs. Víz csöcs! Víz frisbee? Mi ez?
Ja, ez volt múltkor is, basszus, hogy vízciklus. Megőrülök, tomokék korszaka. Jézusom. Vízciklus. Megőrülök. Igen, volt. Hát nekem onnan sírt eszembe. Null. Megint a hegyi körforgalom. Nem tudtam, hogy víz is menstruál, de bizony. Gondoltam vízciklus, de nem. Nem periszkóp és nem vízi hulla. Hablegény. Ja. Más izére, más mitológiára gondoltam, de ja, úszik a Twitch. Ja. Triton király. Mafia áldozat, igen. Kis hablegény. All right. Hi? De cuki. Háromvonalas kottából kinéző izé Marshmallow Man. Na, vízistenek, ki az? Én. Na, Anon rajzol már is. Följöttem a második helyre, úristen, hiperventilla. Kettőn egy 5 és 4 betűs. Harry Potter. Beszarok. Professzor. Professzor. Tanár úr, kérem, igen. Ez egy seg? Öltudó. Bézé. Hát, ha leborotválom a hajamat, meg a szakállamat, meg minden. Besznek megvan. Nagyon szép. Ez nem más volt, mint Steve Jobs. A garbó az egy kicsit még segített volna, de ja. Na, Eden választ szót, és akkor utána megint elrejtem a tetejét. Fú, ez egy hosszú, Benedict Cumberbatch, vagy mit tudom én. Ezt most elrejtem. De ki ez? Ezt hogy is hívják, kuzin? Ez... Mi? Híres gerelyhajító? Tehát hosszú hajú gerelyhajító. Szandi és a tínézser lemúr. Lángyás ősen. Mi? És Nordinek megvan. Gondolat. Lángyás úti. Addig értem, hogy pom-pom azt mondja. Ne, ki ez? De valami színházi valaki, de ki? Nem tudom, ez. Villámsak espore, de miért van neki lándzsája? Basszus, nem látok semmit. Annyira elcsodálkoztam ezen a izén, hogy sajnos most így láttátok, de mindegy, izé, dolgok történnek. Nem baj, mert beírjátok akkor ügyesen. Tehát van így az izé, ilyen. Meg van az ilyen. Így. És van az ez. Így, és ezt keressük.
Ezzel kezdődik, hogy hangya. Antarktisz, na mindegy. Ja, az volt. Gyerekek, bocsánat, annyira elcsodálkoztam villámsokesparén, hogy... Ja, mert lándzsa rázó vil. Jézusom! Ez messziről indult, de zseniális volt, csak én nem voltam fölkészülve. Elcsökevényesedett lábujjak, vagy most ez mi? Tíz kicsi indián, mínusz 6. Csoportkép, igen. Milyen ufók már, hát imádom. De Simpsons abba. Iti családja. Jaj, Istenem, ufő csoportkép. Valahol messze délen. The Beatles. Üvegtestű emberek, pár utcai fiúk. Jó, megyünk tovább. Bex választ éppen. Beatles. A kör. Szinkronizált japán izé. Fej. Mi, ennyiből tudod, hogy ez ki? Német Szilárd. What? Oh gosh! Azt hittem, hogy ez egy valaki, és azt kell vetni, double chin, igen. Betippeltet, nagyon szép homlok. Óriási. A szemek hogy néznek mindenhova egyszerre? Szent Kleofás. Ne, és annak italta. Na ez gyors volt, ez az út, nagyszerű. Na, vajon el tudok-e jutni odáig, hogy trónfosztom Edemet? Carry on my wayward son, don't you cry no more. Ló. De majdnem. Főleg, hogy négy betű. Pinci! De hogy néz ki? Ja, Istenem, ez egy ilyen szült szemes ostoros, nagyon zseniált cápa. Szem, így van. Női igenisze. Srácok. Egészen ébren tudtam maradni, ezt nektek köszönhetem. Jaj. Hát nem fogom tudni megszorongatni elemet. Épp most mondtam, hogy még ébren tudtam maradni, de ez nem igaz. Diszkó. Blue, zöld. Hát ez kék. Inkább. Na, a csodálatos Beth fog nekünk rajzolni. Szia Süni, legyen szép estét neked is. Ez Fidesz. Mi ez? Hosszú lábú pedomaci? What? Ja. Gás, de nagyon későn estem én erre rá.
Fideszes lazanya. De miért? Tigris. Lassú vagyok. Ez itt egyértelmű bzlorg. Teknős futó. Mi? Azt hittem szómobírkózó, de semmi gond. Holttest. Baby bézé. Végen van? Végen van! Oha! Pelenka. Hidratáljak. Mindjárt kifogyott, de most már úgyis két rajz van hátra, és utána fogok észek takarni. Alrighty. Először is. Ez megint egy hosszú, ez annyi valami név. De akkor berakom ide a nelest, aztán akkor majd nem felejtek el takarni. Yes, mi a szörös a vége? Like. Jó, én most itt elkacarászok magam, hogy félig alszom. Bocsánat, fura dildó, hát eléggé. Lehet-e csatlakozni? Hát most még egyetlen egy rajzra lehetne igazából, de most van vége a játéknak sajnos, de sajt. Elektromos gitár. És akkor most én választok utoljára nektek egy jó kis dolgot, amit le fogok rajzolni. Jó, legyen ez. Tehát alapvetően van egy ilyenünk, hogy így, és akkor van egy ilyenje, hogy mondom, na. Egy ilyenje, így, és akkor azon vannak ilyen. Tehát ezt úgy is lerajzoltnám, hogy ez egy toboz. No, és Edem nyert, és hát nem tudtam megszorongatni, csak majdnem második, vagy adom annan a harmadik, és így tovább jönnek a többiek. De ez lett akkor most itt a vége ennek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy játszottatok velem, és azt is nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk, és meg egy kicsit komolyabb téma volt, és tök örülök, hogy voltak jó ráállítás. Hogy kell lezárni a prediktet? Várjál, prediction. Igen, choose outcome, és ugyan bírja ő, igen. Látjátok, nem aludtam el a végére, hihetetlen jó. Na, és akkor már csak azt nézem meg, hogy mostanában ki az, aki még bármit streamel, és aztán akkor oda csapok nekik, és aztán akkor így menjünk. Atus TV, ő nem tudom ki és mit csinál, de ő lett először beírva, éppen ezért akkor őt beírom ide, hogy lássam, hogy ki és mit csinál. Ő kérlek szépen zeldázik, amit én soha az életbe nem csináltam még, de igen, hajlalut van, nem tudom, hogy ez a prediktet, így van, de akkor most el is indítok egy raidet, és nagyon-nagyon köszönöm szépen még egyszer, hogy akkor itt voltatok, hogy beszélgettünk, hogy lezártuk ezt a hetet és ezt a vasárnapot, és aztán a végén még játszottunk is. Legyetek, a Breath of the Wild-ot írta be, azt játsza éppen. Na, szóval nagyon köszönök mindent, legyen nagyon szép következő hetetek,
és igyekszem megoldani, hogy holnap délután akkor főzős streamben tudjunk találkozni, és akkor megcsináljuk együtt az osszóbukkot. Ez mondom 50%-a van, hogy technikailag meg tudom oldani, hogy elindítsam a streamet, ha nem, akkor pedig találkozunk a következő játékos streamben. Minden esetre legyetek akkor nagyon jók, folytatjuk. Sziasztok!